Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo turisztikai magazinunk nézőit. A tejágazat válsága a múlté. Mékuti Tibor, a tejterméktanács elnöke beszámolt arról, hogy a tejtermelők, a feldolgozók és a kereskedelmi láncok tagjai együtt dolgoznak, hogy a vásárló minőségi árut kapjon a pénzéért. Tisztelettel köszöntöm Mékuti Tibort kettős minőségében, az Alföldi Tejek Kft. Ügyvezetőjeként és a Tejtermékteni Szakmaközi Szervezet elnökeként. A Tejvilágnapján önök Nagy István Földművelési Minisztérium parlamenti államtitkárával egy olyan szakmai ajánlást fogalmaztak meg a termelők felé, ami azt hiszem, hogy talán segíthet az ágazaton. Ennek az egyik alapja mindenképpen az, hogy összefogás sürgetnek a kereskedelem és a forgalmazók között, illetve a gazdákat is arra ösztönzik, hogy innovatív eszközökkel a marketinget maximálisan kihasználva próbálnak megtenni a jövőben. Köszönöm szépen a lehetőséget, ez így igaz, tehát ott a államtitkár úr ezt elmondta. Marketinggel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy 2015. februárjától a Fazekas Sándor miniszter úr megtett egy piac kiterjesztést, amelynek kapcsán a tejfeldolgozók és a tejkereskedők kötelezően kell, hogy marketing támogatást fizessenek a tej szakmaközi szervezet és terméktanácsnak. Ez azt jelenti, hogy 2015-től évente körülbelül egy ilyen 150 millió forintos nagyságrendet költünk a marketingre, amelynek a célja az, hogy megpróbáljuk a magyar fogyasztókat minél intenzívebbé tenni a tejtermék fogyasztásra. Ez nagyon fontos, mert Magyarországon a egyfőre eső átlagfogyasztás évente körülbelül 155-160 liter per fő per év. Ez mondjuk Észak-Európában, tehát egy Finnországban, Svédországban körülbelül 450 liter, és az Európai Unió államokban az átlag körülbelül 260 liter. Tehát bőven van lehetőségünk még tejtermék fogyasztásra. A másik a összefogás és a innováció, illetve nem csak az innováció, hanem az integráció, ami nagyon lényeges, amiről a Nagy István államtitkár úr beszélt. Tehát egyrészt a tejterméktanács az elmúlt években 2014-től most már 7 kiskereskedelmi lánc tagot is tartalmaz a tejterméktanács vonatkozásában. Ettől az évtől kezdve most májustól volt az új rendszernek a kialakítása, és a kereskedelmi láncok közül 4 ben vannak az elnökségben. Az én célom az, hogy egy hosszú távú együttműködéses stratégiát tudjunk kialakítani, amelynek a célja az, hogy el tudjuk látni a kereskedelmi láncokat jó minőségi innovatív termékekkel, illetve ki tudjuk szolgálni a fogyasztókat, a harmadik pedig, hogy tudjuk stabilizálni az árakat. Amit még az államtitkár úr elmondott, ez az integráció, ami Magyarországon eddig nem igazán volt divat. Most azt kell mondjam, hogy az Európai Unióban nagyon sok szövetkezet van, és ezek a szövetkezetek, ezeknek a tulajdonosai a tejtermelők, és egyben az általuk megtermelt nyers tejet pedig feldolgozzák. Ez azt jelenti, hogy magas hozzáadott értékű terméket gyártanak, mondjuk egy példát mondok, Hollandiában a Friesland Campina, Dániában az Arla, vagy például Finnországban a Válió szövetkezet, amelyek több mint 100 éve működnek. És ez az egyik eleme, hogy ennek kapcsán, hogy magas hozzáadott értékű terméket gyártanak, magasabb tejárat is kapnak. A másik pedig a közös beszerzés, ami én úgy gondolom, hogy jelentős költségcsökkentést hozna a tejtermelőknek. Rendkívül fontos jövőbe mutató intézkedések lehetnek ezek. Egy kicsit menjünk vissza a múltba, hiszen a tejterméktanács nagyon sokat tette azért egyik oldalról, hogy bekövetkezzék, amit már vártunk mi fogyasztók is, tehát a táj áfájának csökkentése. A másik oldalról úrrá lettek a nehézségeken, ami az orosz embargót illeti, és hát elindult felfelé a nyers tej felvásárlási ára is. A 21-2 eurócentből most ugye már 94 forint, tehát csak nem 30 eurócent, ami még mindig nyilván kevés, de ez talán segíthet. Viszont az elmúlt hetekben felröppent az a hír, hogy jelentősen emelkedik a tejföl ára a boltokban, amelynek az egyik oka, hogy a zsírtartalom sokkal szegényesebb, kevesebb, mint a nyugaton, az európai szarvasmarha telepeken.
Ez így igaz, az áfacsökkentés ugye 2017. január 1-től valósult meg, sajnos egy probléma van, hogy mi a tejterméktanás nevében a teljes fogyasztói tej áfacsökkentését kértük, ebbe beleérthető a friss tej, az ESL tej és az OHT tej. Ezzel kapcsolatban jelen pillanatban csak a friss tej áfacsökkentése, illetve a nyers tej áfacsökkentése történt meg. Megmondom őszintén, hogy az ESL tej és az OHT tej a 80%-át teszi ki a fogyasztói tejeknek, és nem kell azonosítani Magyarországot például az észak-európai államokkal, mondjuk egy Svédországgal, Finnországgal, mert ugye ott sokkal több a friss tej előállítás az üzletekben, sokkal többet forgalmaznak, de ugye Magyarország, láthatjuk most is a klimatikus viszonyokat, hogy 37 Celsius fok, és ezért nagyon fontos, hogy az ESL és az OHT tej megmaradjon, és az áfa csökkentést meg tudjuk valósítani 5%-ra. Azzal kapcsolatban, hogy a beltartalmi értékek csökkennek, ez szintén egyrészt a klimatikus viszonyoknak, másrészt a takarmányozásnak köszönhető. Ugyanezek a problémák megvannak Európában is. Jelen pillanatban most a 40%-os tejszínára 2,9 euró. Ilyen megmondom őszintén, hogy még az utolsó 4 hónapban, tehát szeptember és december közötti rész a legintenzívebb a tejtermék előállítás kapcsán, és ezekben az időszakokban szokták magas árakra emelni a tejszint. Ez körülbelül 2,4 és 2,6 euró volt, és gyakorlatilag már 3 hónapja ilyen magas árszinten vannak a tejszínek, és amit még el kell mondanom, hogy például ugye 3 évvel ezelőtt elindult az a folyamat, hogy kitalálták, hogy a vaj egészséges, és tényleg így van, tehát nem a margarint reklámozzák most már a fogyasztóknak, és jelen pillanatban a vajára is például Németországban már 6000 euró fölött van per tonnája, és én úgy gondolom, hogy emiatt nagyon fontos lenne hosszú távon a magyarországi tejtermelőknek is növelni a beltartalmakat. Nyilván ehhez egy új takarmányozási rendszer kell, és természetesen ahhoz, hogy ezt az új takarmányozási rendszert meg tudják valósítani, magasabb tejár felvásárlás szükséges, és ahogy ön is elmondta, hogy körülbelül Magyarországon most ilyen 92 forint per kilogramm a nyers tej felvásárlási ára, ez nagyjából ilyen 29-30 cent, és az Európai Unióban körülbelül 34 cent, a spotpiaci árak pedig jelen pillanatban 36 és 37 centes nagyságrendben működnek most. Összegezve, elnök úr, ön optimista? Tehát az ágazat nyilván elindult, kilábalt a válságból, ugyanakkor a jövőt szolgálják azok a felhívások, intézkedések, amelyeket a szaktárcával közösen önök is szorgalmaznak. Így igaz, én optimista vagyok. Amit nagyon fontosnak tartok, hogy a 2015-16-os évben, amikor nagyon komoly problémák adódtak az orosz embargó kapcsán, a kvóta kivezetés kapcsán, a kínai piacnak a volumen csökkenése kapcsán, a kormány nagyon komoly támogatási nagyságrendeket biztosított a tejtermelők számára, és ezt előtt, tehát különböző részletekben fizette, és ez nagyon komoly segítséget adott a tejtermelőknek, tehát 64 milliárdra emelték fel például 2016-ban a támogatás összegét. Ez mentette meg a tejtermelőket. Magyarországon a tejvolumen nem csökkent, sőt, még 2017-ben is 0,4%-kal nőtt, és ami számomra ezzel kapcsolatban nagyon fontos, hogy a kormány támogatja a feldolgozóipar, a tejfeldolgozóipar fejlesztését, az, hogy innovatív termékeket tudjunk előállítani, és hogyha ezt meg tudjuk valósítani, akkor én úgy gondolom, hogy hosszú távon a tejtermelők nyers tej felvásárlási árát is egy komoly szintre tudjuk felemelni és stabilizálni. Iváncsán egy európai szintű hűtőüzemmel gazdagodott az élelmiszeripar, amely hűtésével megoldódott egy nagy gond, a jövőben friss áru kerülhet a piacra és a külhomba is. Iváncsán felavatták az Alba Fructus Kft. Új hűtőházát. Az 1,6 milliárd forintos beruházás egy újabb lépés a térség munkaerőpiacának optimalizálására. A hűtőház 30 embernek ad munkát, és a magyar cseresznye európai exportjának legjelentősebb bástyája lesz a jövőben. Ahhoz, hogy a magyar gazdaság húzóágazata legyen, az agrárium feltétlenül szükséges a fejlődés, a fejlesztés. Ennek vagyunk tanúi itt Iváncsán, hiszen a mezőföld szívében a gyümölcstermesztés fontos. Ugyanakkor feldolgozó ipar nélkül elmaradás várható, azt hiszem, hogy ez egy fontos lépcső.
Ez valóban így van, hogyha az élelmiszergazdaságunkat, hát azon belül a mezőgazdasági termelőalapokat, illetve az élelmiszeripart fejleszteni akarjuk, már pedig ez a célunk, hogy egy komoly fejlesztést hajtsunk végre, hiszen a világ élelmiszer szükséglete folyamatosan növekszik, és a magyarországi kapacitások és adottságok rendkívül jók erre, ezért ezen a területen fejleszteni kell, tehát az élelmiszeripar fejlesztése, a kutatás, fejlesztés, innováció, új termékek megjelenítése, ez egy nagyon fontos dolog, nagyon komoly kihívás, és örülök annak, hogy egy jó példát láthatunk most itt. Ez a 1,5 milliárd forintos beruházás és az új név jelzi azt, hogy a magyar termékre szükség van Magyarországon, nem különben természetesen az exportra. Ez így van, a magyar termék az jó minőségű, hogyha a gyümölcsöket nézzük, akkor kimondottan kiváló íz és aromavirágról, világról beszélhetünk. Hogyha összehasonlítjuk más Európai Uniós tagállami termékekkel a magyar gyümölcsöt, akkor kiugróan eltérő és kedvező a jó minőség a magyar termékek javára. És nyilván az agrárexportunkban is ez egy nagyon jelentős, fontos pozíciót tölt be a gyümölcságazat. Abban, hogy az agrár külkereskedelmünk egyelege folyamatosan pozitív, és a nemzetgazdaság külkereskedelmi aktívumának mintegy egyharmadát adja az agrár export-import egyelege, abban a hazai gyümölcságazatnak is nagyon fontos szerepe van. Illetve, ahogy beszéltük, a feldolgozottság irányába kell elmenni, tehát itt ez a hűtőház is abba az irányba viszi el a végterméket, hogy magasabb feldolgozottsági fokba, és lehetőleg közvetlenül érjenek el a fogyasztók az ezekkel a kiváló minőségű termékekkel. Az Avaton Kelemen Péter, az Alba Fructus ügyvezetője bemutatta a cseresznyeválogató gépet, amely a szezonban 24 órán keresztül szolgálja ki a piacot. Mit tette szükségessé? Honnan jött a gondolat, és miként sikerült megvalósítani? A beruházásunkat az indokolta, hogy egy termelői csoport alakult 30 résztvevővel, közel 400 hektár gyümölcsültetvénynek a művelését hajtják végre a tagjaink, és tulajdonképpen az általuk megtermelt árualapnak a piacra juttatásához volt szükségünk egy olyan árukezelő központra, ahol képesek vagyunk a gyümölcsfajtáikat hűteni, tárolni, csomagolni, és olyan formában elkészíteni, hogy az a fogyasztóknak az asztalára kerüljön. Ez volt az, ami indokolta azt, hogy végrehajtsuk ezt a 3 éves fejlesztést. Rendkívül fontos kérdés a fajta választék, hiszen ez kulcs momentum tekintve, hogy importra szállítani. Igen, tulajdonképpen számunkra ami fontos ebben a házban az az, hogy a legtöbb ide beérkező gyümölcsöt azt különböző mechanikai terhelések érik, tehát válogatógépeken, csomagológépeken jutnak keresztül. Ezek mindenféleképpen igénybevételt jelentenek, tehát fontos az, hogy a termelőinknek olyan tanácsot adjunk, hogy olyan fajtát válasszanak, ami ezeknek az igénybevételeknek megfelelnek. Azt gondolom, hogy sok ma köztermesztésben lévő fajta megfelel ezeknek az igényeknek, illetve a jövőben eltelepített ültetvényeknél folyamatosan adunk olyan információt a tagjaink számára, hogy ezeknek a követelményeknek meg tudjanak felelni. Miként találják meg az európai piacot? Nyilván ez nagy kihívás. Igen, számos lehetőségünk van, a tapasztalatunk szerint elsősorban nem a piaci lehetőségek megtalálása jelenti a kihívást, hanem a piaci lehetőségekkel való éléshez való árualapnak a megtalálása jelenti Magyarországon a kihívást. Könnyen fel tudjuk venni a kapcsolatokat szakmai rendezvényeken, kiállításokon, vagy közvetlen az internet segítségével azokkal a piaci partnerekkel, akik általában nagyobb mennyiségű igényt jelentenek be annál, mint amit képesek vagyunk kiszolgálni. Tehát a mi eddigi tapasztalatunk az, hogy nem a piaci lehetőségek jelentik a korlátot, hanem egyelőre az, hogy mekkora mennyiségű minőségi árualappal rendelkezünk ezeknek a piacoknak a kielégítéséhez. Azzal, hogy ez megépült, ez a hűtőház, segít abban is, hogy a gazdák lássanak jövőt a cseresznye termesztésben? Én azt gondolom, hogy mindenképpen. A gazdák az elmúlt években azt tapasztalhatták meg, hogy a hazai nagybani piaci értékesítési csatorna az nagyon gyakran telítetté válik. Ilyenkor rendszeresek az ár összeomlások a piacon, amelyek mindenképpen negatívan hatnak az ő jövedelmezőségükre. Ennek a háznak a megépülése azt jelenti számukra, hogy stabilan, folyamatosan hozzá tudnak férni egy olyan fizetőképes piachoz, ahol ezek az áringadozások kevésbé jellemzőek.
ahol gyakorlatilag nincsenek akkor összeomlások, ugyanis a kereslet az általában a magyar kínálathoz képest a jó néhány szorosa. Így módon én azt gondolom, hogy mindenféleképpen egy nagy előrelépést jelent ez a cseresznye termelők számára. A minőség alapvetés. Így van, ez a legfontosabb. Az itt telepített technológia az lehetővé teszi azt, hogy a cseresznyét az sok más Magyarországon már eddig is minőségi paraméterek szempontjából automatikusan osztályozott gyümölcs után szintén ilyen paraméterek szerint osztályozhatóvá tegyük. Képesek vagyunk a puha gyümölcsöket, a repett gyümölcsöket, a problémás gyümölcsöket külön választani, és első, másod, illetve harmadosztályra felosztályozni a cseresznyét. Ez megmutatja azt, hogy mely termelők tudnak olyan minőséget előállítani, amely egyébként a piacok számára elfogadható, és ebbe kell a legnagyobb mennyiségű energiát fektessük, hogy minél nagyobb mértékben olyan árut tudjanak behozni a termelők, amíg megfelel az első osztályú követelményeknek. Nem tehetjük meg azt a hosszú távú érdekeink miatt, hogy nem első osztályú és nem a legmagasabb minőségű árut visszük a piacra. Ez a cseresznye tekintetében egyébként különösen igaz, mert egy nagyon drága termékről van szó, itt nem bocsátja meg azt a piac, hogyha egy pici hibát is vétünk. Melyek a célországok? Azt gondolom, hogy a magyar cseresznyetermesztés volumenéből adódóan, amely az európai piacon maximum egy 1,5%-ot tesz ki, számunkra a legfontosabb célországok azok a közeli országok, tehát jelen pillanatban ez elsősorban Ausztria. A jövőben azt gondolom, hogy Ausztria, Németország, Lengyelország és a skandináv államok lehetnek a mi célpiacaink. Ön az imént az előadásában úgy fogalmazott, hogy gyakorlatilag 24 órás munkára kell, hogy felkészüljenek. A cseresznye szezon Magyarországon lévén, hogy a cseresznye tengerszint feletti magassága, az ültetvényeknek a tengerszint feletti magassága az viszonylag egyöntetű. Így módon Magyarországon egy 35 napos cseresznye szezonnal számolhatunk, ami az egész évhez képest egy nagyon rövid periódus, tehát számunkra nagyon fontos az, hogy gyakorlatilag minél hosszabb ideig dolgozzunk. Mezőföld szívében a gyümölcstermesztés, a feldolgozóipar is rendkívül fontos, ennek látjuk tanúját itt Iváncsán, ahol egy új cseresznye feldolgozó üzem épül, azt hiszem ez egy fontos lépcső. Iváncsán több mint 1,5 milliárdos beruházás valósult meg termelői összefogásból. Az a termelői csoport, amelyiket mostantól fogva Alba Fructusnak fognak hívni, utalva ezzel Fejér megyének a nevére, közel 30 termelőnek az összefogásával építette fel ezt a hűtőházat. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy itt a mi megyénkben egy ilyen beruházás megvalósulhatott, hiszen ez munkahelyeket teremt. Másrészt megoldja azt a problémát, hogy a Velencei-tó környékén, illetve a Mezőföld déli részén folyó intenzív gyümölcstermesztési munka mögé egy feldolgozói kapacitás is kerülhet. Az elmúlt két hétben már mióta próbaüzeme zajlik a cseresznyeválogatógépnek, látjuk azt, hogy nagyon komoly igény van arra a munkára, ami itt zajlik, és hát nem csak az ország egyik legkorszerűbb cseresznyeválogató gépét üzemelték itt be a termelők, hanem a hűtőház egy másik részén egy nagyon korszerű almaválogató gépet is. Így lehetőség lesz arra, hogy az almatermesztéssel foglalkozó Fejér megyei és távolabbi gazdák számára is megfelelő feldolgozóipari hátteret biztosítson a termelői összefogással működő Alba Fructus. A térség országgyűlési képviselőjéként azt hiszem, hogy csak üdvözölheti ezt a lépést, hiszen ez egy komoly lépcső. Nem elég valamit megtermeszteni a feldolgozóiparral párban járva, ha úgy tetszik, kiváló minőségű termék segíti a gazdákat. Iváncsa 2800 lakosú település, nagyon fontos Iváncsa település szempontjából is ez az üzem, és nagy örömmel üdvözlöm az átadását. A szerződésben való kötelezettség alapján a társaság, amely felépítette ezt a modern, korszerű hűtőházat, 10 fő állandó foglalkoztatását és 20 fő szezonális foglalkoztatását vállalta. Ebből a létszámból 70% iváncsai foglalkoztatottra van lehetőségünk, és azt gondolom, hogy ezzel élni kell. Nyilvánvaló, hogy ahhoz szükséges olyan munkaerőt is találni, aki ebben a gyümölcsfeldolgozó iparban képes helytállni. Én optimista és bizakodó vagyok, és az, hogy ez a hűtőház elkészült, és kiváló helyen került megvalósításra, hiszen az autópálya közvetlen közelségében, ugyanakkor egy nagyon jó logisztikai összefüggésben a környező kertészetekkel, a környező zöldség, gyümölcsfeldolgozó üzemekkel, mindenképpen a térség számára ez egy nagyon fontos kitörési pont, hiszen ez a terület mezőgazdaság szempontjából
frekventált, és annak örülök, hogy a kertészet mint egy nagyon komoly hozzáadott értéket emelő ágazat most így előtérbe került. A gyümölcs termesztés mellett nagyon fontos, hogy a feldolgozóipar is fejlődjék. Itt van a példa Iváncsán ezzel a cseresznye válogatóüzem. Így van, nagyon fontos az, hogy a leszedett gyümölcsöket, kézzel leszedett gyümölcsöket ne azonnal kelljen értékesíteni, hanem lehessen tárolni, mert ez felveri az árát. De ezt mindenki tudja, hogy a gyümölcs azért az nagyon romlandó áru, tehát le van szedve, azt 24 órán belül értékesíteni kellene, ha nincsenek ilyen lehetőségek, hogy le lehessen hűteni a gyümölcsöt, és ezáltal később lehessen értékesíteni. Az idei évben amúgy is nagyon jellemző az, hogy egyszerre érnek, tehát az előző időszakokban azért úgy elnyúlott, hogy elkezdték szedni a gyümölcsöket a fákról, úgy elnyúlott az időszak. Az idén viszont egyszerre beérett minden, tehát nem volt rá két hét mondjuk egy fáról betakarítani a gyümölcsöt, hanem leérett egy hét alatt. A bemutató után a vendégek szakmai előadásokat hallgathattak meg. Lakatos Tamás, a Gyümölcstermesztési Kutatóintézet igazgatója a hazai cseresznye nemesítés eredményeit és jövőképét vázolta fel. Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke pedig a gyümölcstermesztés szakmai szempontrendszerének változásairól tartott előadást. Az erdélyi válaszúti szorványkollégium fiataljai birtokba vehettek egy olyan tangazdaságot, amely megtanítja őket a mezőgazdaság alapjaira. Példaértékű kezdeményezés annyi szent. 2013-ban indult útjára Felsőtökön a Kallós Zoltán Alapítvány tangazdasága, amelynek célja, hogy a mezőség 33 településére érkezett a szorványkollégiumban tanuló fiatalok számára lehetőséget nyújtson a mezőgazdaság gyakorlati feladatainak elsajátításához. Az iskolának otthont adó felsőtöki kúriát Almási István néprajzkutató adományozta az alapítványnak, amelyben a felújítás után kialakították az oktatás termeit, illetve a gépek, a nevelt állatok számára szükséges melléképületeket. Ez a fiatalok tangazdasága, tangazdagsága. A mezőségre igaz, hogy ahol a legnagyobb a baj, legközelebb a segítség. Lám-lám, a Kallós Zoltán Alapítvány tett arról, hogy azok a fiatalok, akiknek a jövőképe meglehetősen borús lett volna, találjanak megfelelő munkát, képzési lehetőséget, és erre itt van a tangazdaság. Remek ötlet, nagyszerű megvalósítás. Honnét jött a gondolat, és hogyan sikerült lépésről lépésre megcsinálni ezt a tangazdaságot? Az első gondolat, ugye, ami a megfogalmazott és meglett, az elnök asszony és az elnök úrtól jött, hogy ugye a gyerekeket, akiket tanítunk, azt összeszedjük, és minőségi oktatást tudjunk adni nekik. Elindult ezelőtt egy 4 évvel a szakképzésünk, és azt kellett tudni, hogy megindult, megvolt a maga a szakmai tudás, de nem volt a háttér mellett a gyakorlati rész. És onnan jött az ötlet, hogy milyen jó lenne, hogyha lehetne nekünk egy olyan tangazdaságunk, mondhatni úgy, vagy mintagazdaság, ahova a gyerekekkel kijárhatunk, és nem csak elméletet tanítanánk, hanem az elméletet gyakorlatba tudnánk beletenni és folytatni. És így jött a dolog az Almási kúriával, ezt ugye adományba kaptuk Almási István úrtól, és lassan egyről a kettőre mentünk és haladtunk. Nagyon fontos kérdés, hogy mit tanulnak a gyereket, és azt is, hogy milyen szinten. Ahogy említette, gyakorlati és elméleti képzés, hát ez kézenfogva jár. Ugyanakkor fontos, hogy a növénytermesztés mellett az állattenyésztésbe is belekóstolhassanak. Így van, ez egy duális képzés, amit mi elindítottunk, és a növénytermesztés mellett teljes mértékben támogatjuk és csináljuk is az állattenyésztést. A gyerek, aki eljön hozzánk, annak az a lényege, hogy megtanuljon élni. Ami azt jelenti, hogy ha hazakerül a 3 éves képzés után, ugye egy szakképesítésről beszélgettünk, és 3 év után ő el kell tartsa a családját. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy eljön hozzánk, mi gyakorlati tudást adunk neki. Ami azt jelenti, tudja megnevelni azt az állatját, tudja az ő kertjét megdolgozni úgy, hogy az kivitelező legyen, ami azt jelenti, hogy pénzt hozon a családnak, de nem csak pénzt, hanem megélhetést. Mert ugye, hogyha az ennivaló, a hús, a mindenféle termék megvan, akkor ezzel lefettük az életnek a nagy dolgát. Nem különben kulcskérdés az is, hogy ezek a fiatalok mely területeit fedik le a mezőségnek? Honnét érkeznek fiatalok? Mennyire népszerű ez a képzés? Hogy tudják meg, hogy sikerül népszerűsíteni, hogy itt van ez a páratlan lehetőség? Hát én úgy gondolom, hogy a legjobb marketing stratégiát kaptuk meg, ami azt jelenti, hogy szájról szájra terjed.
a dolog. Ami azt jelenti, a gyerek hazamegy, és elmondja az apukájának, a szomszédjának, hogy ezt a fát így kell megmetszeni. Ezt az állatot így érdemes tartani. És akkor ezt a szülő is észreveszi, hogy hoppá, lehet, hogy ez a téves eszmélet, ami most megy, hogy a mezőgazdasága nem érdemes foglalkozni, ez változhat. És ezáltal, hogy a gyerek hazamegy, és akkor örömmel beszél arról a tudásról, amit ő megszerzett, és nem csak a elméleti tudás, hanem gyakorlati. Mert ugye, hogy minden délelőtt, amit délelőtt tanítunk, az délután gyakorlatban ültetjük. Szakgyakorlati heteink vannak, ahol itt a tangazdaságban gyümölcsös teljesen alaptól a végig látjuk. A régitől az újig, ami azt jelenti meccés technológia, a régi természtéstől az új, korszerű, intenzív, szuperintenzív gyümölcsösig ki, mindent átlát a gyermek, és ugyanúgy az állattenyésztési részre. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten, ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!